Tulajdonképpen az állami sportkiadó kért meg rá, hogy valami emlékezésfélét szerkesszek az életéről. Ne hosszút, és főképp ne túlságosan szakszerűt. A szakszerű szempontokat, mondták, csak nyugodtan bízzam rájuk. Ez úgyis nagyon ingoványos terület. Kényes. Becsvágyak és sértődések, egyleti és személyes féltékenykedések arénája. Tőlem valami mást várnak. Értésemre adták, hogy legszívesebben olyasféle alcímmel látnák el a könyvemet, mint például Lírai emlékezés egy versenyen kívüli atlétára. Vagy valami hasonló. Aki sosem írt, csak élt, azt könnyen megtéveszthetik az ilyen kikötések. Azt hiheti, hogy ami az újbegyében, az mindjárt a papíron is. Én nem áltatom magam. Komolyan hiszem, hogy csak az tud igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult is legyen. Az igazi megértésben mindig van egy csöpp gyengeség is. Megközelített életrajz. Inkább a véleményem talán az életrajzról, hogy nem túlságosan tartom fontosnak és lényegesnek az írónak az életrajzát. A lényeg valahogy is a mibe kell, hogy átszűrődjön. Persze elég az exhibíciónak, meg a striptease-nek a korát éljük, a mindenféle vetköztetés, mindez az interjú is például. Ez valahogy most is spektrumban van, és érdekli az embereket. Az írókat, azt hiszem, egy részüket szintén, az írók másik részét kevésbé, én ehhez a másik részhez tartozom. Gyermekkoromban talán 12 éves lehettem. Egy nyári délután egyedül maradtam a lakásban, a képeket nézegettem a falon. Nem volt centényi részlet rajtuk, melyet az unalomig ne ismertem volna. Mégis akkor döbbentem rá, szinte ütésszerűen, hogy ami kép, a szóban is elmondható, sőt, leírható. S egyszerre minden tárgy, a legegyszerűbb látvány, minden jelenség hát mögötti értelemmel telítődött meg, még ott a szobában is. Aztán az ablakhoz siettem, ki az udvarra, az utcára. Nem tudtam betelni a magát kínáló, leplezetlen rejtéllyel. Akkor hát hogyan is van ez? Minden az, ami, és mégsem az. Mintha folyamatosan kapuk nyíltak volna előttem, aztán megint egy kapu. Nem akart vége szakadni. Az izgalomtól elgyötörve mentem haza, és sírva ledobtam magamat a szőnyegre. Mint aki a szüzességét veszti el, vacogó szomorúság keveredett bennem, vacogó diadalmámorral. Még olyan ötlet is foglalkoztatott, hogy meg kellene tanulnom nyitott szemmel aludni, hogy semmit el nem olasszak. Mégis, szégyenkezve és magamnak is alig-alig bevallva, akkor gondoltam először arra, hogy író leszek.